Már a gyerekek könyökén jön ki, hogy kik azok az Árpádházi királyok. Na jó, talán mégsem. De ha egy embernek felteszed az utcán a kérdést, hogy mégis mi az az Árpádház, lehet elkezdene hebegni valamit, amire talán még emlékszik iskolás éveiből. De mi az az Árpádház egészen pontosan? Az Árpádháza Magyar törzsövetség vezéréről, Árpád fejedelemről lett elnevezve. Utódai, akik a magyar királyság alapítói és urai voltak, ők képezték ennek a dinasztiának fontos részét. Fontos, hogy ebből a házból egyetlen uralkodó sem nevezte magát Árpádházinak, vagy Árpádházból valónak, ugyanis magukat nem ez alapján származtatták. A volt és származással kapcsolatos ősre azt nem Árpádtól eredeztethették, ugyanis a honfoglalástól egészen Géza fejedelem uralkodásáig nincsenek konkrét adataink arra vonatkozóan, hogy kik meddig irányítottak egészen pontosan, uralkodtak a magyar név felett. Azoknak a leszármazottaikról is keveset tudunk, de még az álmos fejedelem előtti idők is meglehetősen bizonytalanok sem Álmosnak, sem Árpádnak nem tulajdoníthattak nagy jelentőséget ebben a dinasztiában, hiszen második Géza király fia viselte egyedül Árpád nevét, ő volt Árpád herceg, illetve a családban csak ketten viselték Álmos nevét, ők is hercegek voltak. Kézai Simon krónikájában nevezik úgy a dinasztiát, hogy a Turul nemzetsége, vagyis Degenere Turul, ez az egyetlen, ám a keresztény történetírásra nem jellemző megnevezés volt, mivel általában szent királyok nemzetségeként szokták az uralkodói családokat nevén nevezni vélhetően a megnevezés egy uralkodói és nemesi viszony megváltozásának eredménye. Köznyelvben elterjedt változata a Turul dinasztia. Az Árpádház elnevezést a 18. századi történetkutatás vezette be, mikor Prai György felfedezte, hogy bíborban született Konstantin Árpád fejedelmet tartja a magyarok első uralkodójának, Anonymus viszont álmos nevezi meg. Prai Konstantin császár megállapítását tartotta helyesnek, majd 1770-ben erre a megalapozásra alkotta meg az Árpádház kifejezést Pálma Károly Ferenc, illetve ennek mintájára jött létre az Árpádkor elnevezés is. Katona István óta bevett történettudományi mondás volt, miszerint álmos volt az Árpádház első vezére, de Árpád egy jóval erősebb és hatalmasabb fejedelem volt, ezért van róla elnevezve az Árpádház. Ma a történettudományban még ugyanúgy megosztanak a vélemények arra vonatkozóan, hogy kivel kezdődik az Árpádház. Vagy Álmossal, vagy Árpáddal szokták kezdeni a sort, és természetesen az uralkodójágat harmadik András király halálával zárjuk le, ami 1301-ben volt. Ez egyben az Árpádház férfiágának végét is jelentette. Az Árpádházban gyakori volt a trónöröklési konfliktus, amit mindig egy adott öröklési rend váltott ki. Eleinte a szeniorátus alapján döntötték el, hogy ki legyen az úr, vagyis a legidősebb férfi családfő kapta ezt a megtiszteltetést. Általában ez az elhunyt közvetlen rokona is volt. Öcs, unoka testvér, unoka öcs. Keleti keresztény mintára jelent meg a levirátus, amit sógorházasságként is szoktak emlegetni. Az elhunytnak özvegyét, ha annak nem volt fia, az idősebb férfi rokonnak kellett feleségül vennie, aki az elhunyt rokonságában volt, így örökölhette a kettejük frigyéből született fiúgyermek az uralkodás jogát. Árpád fejedelem halálát követően vélhető volt az a tény, miszerint az ő közvetlen leszármazottai örökölték a fejedelmi címet. Taksony fejedelem halála után azonban nem a legidősebb tarkacsú kapta a címet, aki Árpád fejedelem második fia volt, hanem Taksony fia Géza. Ez egy belső viszályhoz vezetett, aminek oka az lehetett, hogy Géza fejedelem meg akarta változtatni az öröklésre vonatkozó játékszabályokat. Az akkori európai országokban megjelent a primogenitúra, ami szerint az első szület fiú örökölt. Ezzel sokan nem értettek egyet, így nem csoda, hogy a trón öröklés joga mindig is konfliktussal dőlt el. És az Árpádház férfiága ilyen hamar az enyészetté lett.